Bár még csak tavasz van, a hőmérő higanyszála már így is többször felkúszott, akár 30 fokig is, az időjárás pedig már a nyarat idézi sok napsütéssel. A tavasz végével és a nyár közelettével érdemes felkészülni az erős UV-sugárzás veszélyeire is. A sugárzás mértéke erősen függ a napmagasságtól, ami a nyári napfordulókor szokott a legmagasabb lenni, de más meteorológiai értékek is befolyásolják azt. Sok minden befolyásolja, ugye felhőzet, akkor a légkörszennyezettség, az ózontartalom nagyon fontos. Most ilyenkor már azért úgy tudnak komolyabb értékek lenni, és hát most ezekben az időszakban éppen viszonylagos ózonhiány van, tehát az átlagosnál kevesebb ózon van. Nyilván a légkördinamika úgy alakult a mostani napokban, és ezért mondjuk az ilyenkor átlagosnak mondhatónál kicsivel magasabb. Az UV-sugárzás egy ponton fontos az élő szervezeteknek, hiszen beindítja a D-vitamin képződést, és kedélyjavító is, de az optimálisnál nagyobb mértékben káros hatásokkal is járhat, rövidebb és hosszabb távon egyaránt. Vannak a rövid távú káros hatások, hogy begyulladhat a bőr, például az UVB sugárzásnál. Az UVA sugárzás pedig rövid távon nagyon szépen lebarnul tőle a bőr, de hosszú távon sajnos tönkreteszi a kötőszövetet és elöregíti a bőrt. Mind az UVA, mind az UVB fénynek a rossz indulatú bőrrel keltő hatása az nagyon szembetűnő. Ezek miatt a negatív tulajdonságok miatt kell védekezni. A legjobb védekezés az lenne, ha nem érné a bőrünket napfény, de mivel ez elkerülhetetlen, a legjobb megoldás, ha a lehető legtöbb felületen fedjük a bőrünket. A szemünk védelme érdekében UV-szűrős napszemüveg védelme javasolt. Abban az esetben, hogyha strandra megyünk, akkor ugye a ruhával fedés az nem megoldható. Természetesen ilyenkor sem azt szoktuk javasolni, hogy ne feküdjön senki ki a tűző napra, próbáljon meg árnyékba húzódni. Az árnyékba pedig, ha nagyon fontos, akkor persze fürdőruha, de azért lehet ott is bizonyos testrészeket takarni. Vagy pedig, hogyha mondjuk a medencébe fürdünk, vagy kint vagyunk a strandon, akkor pedig magas faktorszámú fényvédő krémmel kell bekenni a bőrünket. A fényvédő krémek felvitele után körülbelül negyed óra szükséges, hogy kifejtse a hatását, és 3 óránként újra fel kell vinni. A főorvos azt tanácsolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 óra között fokozottan érdemes védekezni az erősebb UV-sugárzás veszélyei ellen.